A dinamikus repülés katonai jelentőségét már a század első évtizedében felismerték. A magasba emelkedett ember nagy területek széles körű megfigyelését és a célok váratlan, gyors megközelítését katonai szempontból minden eddigi földi és léggömbről történt felderítésnél előnyösebbnek tartotta. Petrócz István repülőszázados, a monarchia 1911. évi hadgyakorlatán részt vett Ettrich Taub repülőgépekkel és a civil önkéntes Székely Mihály magyar pilóta autoplán repülőgépével minden csapatmozgást pontosan jelentett a hadgyakorlat vezetésének. ...1913-ra szükségessé vált, hogy a repülőcsapatot a hadsereg többi alakulatától függetlenül szervezzék. A repülő felderítő egység gépeinek műszaki igénye, szerelése, hangározása, szállítása és eredménykiértékelése egy komplett katonai század személyi állományának létszámát követelte. Wiener Neustadtban repülőiskola alakult. Itt folyamatosan képezték ki a megfigyelő repülőtiszteket és pilótákat. A sorra alakuló repülőgépgyárak közül három, a Magyar Repülőgépgyár Részvénytársaság Albertfalván, Magyar Lloyd Aszódon és a Mág Mátyásföldön készített hazánkban repülőgépeket és motorokat. A monarchia 10 repülőgyára közül a legnagyobb Albertfalván épült. Az osztrák-magyar monarchia 13 repülőszázaddal lépett be az első világháborúba. A szerb, majd az orosz fronton kialakult harcokat 1915 közepéig, még Ettrich Taube és a gyenge Lohner kétszárnyú szárazföldi és vízi felderítőgépek támogatták. Ezután jelentek meg az Albertfalván gyártott Lohner és Brandenburg vízi repülőgépek a haditengerészet támaszpontjain, és felderítésükkel a partok mentén és az olasz arcvonalon egész Görcig repülve segítették a földi harcokat. Magyar Lloyd gépeiken a megfigyelők kézi fegyverekkel már légiharcra is felkészültek. A három arcvonalon 36 repülőszázad figyelte az ellenséget a kétüléses felderítőgépeken. A gépeket forgatható géppuskákkal is harcképessé tették. Megkezdődött a bombázás is. A megfigyelő ülésben szállított 8 vagy 10 darab 10 kilós bombát kézzel dobták az ellenségre. Harcba 1916 végén vadászrepülőgép elnevezéssel, merev, előretüzelő géppuskákkal erős szerkezetű, kisméretű, együléses repülőgépek avatkoztak be. A hadsereg megrendelésére a Mátyásföldi Magyar Általános Gépgyár berendezkedett a Fokker vadászrepülőgépek és motorjaik sorozatgyártására. 1917-re lehetővé vált önálló vadász és több motoros bombázó repülőszázadok megszervezése. A háború végéig 79 repülőszázadot szerveztek. Ezek közül 51 közel, 10 távolfelderítő, 13 vadász és 5 bombázó század volt. A harci repülők körülbelül 2000 főnyi csapatából 35%-ban voltak magyarok a pilóták és a megfigyelő tisztek. Ők szenvedték a veszteséget csaknem felét a légiharcokban. Hári László 42. vadászrepülő százada és Kis József hadnagy 19 légigyőzelme aranybetűkkel íródott be a magyar repülés történetébe. ...1918
1918-ban az összeomlás után a repülőcsapatok újjászerveződtek. A hazatért repülők két egységben, Mátyásföldön és Albertfalván gyülekeztek. A köztársaság kikiáltásának ünnepségén röpcédulákat szórtak gépeikről. 1919. márciusától vörös repülőcsapatokba szerveződve harcoltak az ellenséges haderők ellen. Ekkor még működő gyáraival Magyarország a térség legnagyobb repülőgépipari bázisa volt, új repülőgép és motortípusok, a Gebauer gyors tüzelő repülőgép fegyverzet fejlesztése volt folyamatban. Ezért írták elő a győztes hatalmak Trianonban, saját üzleti és biztonsági érdekükben a meglévő magyar repülés és a repülőgépipari üzemek teljes megsemmisítését. Az 1923-ig tartó teljes repülési és repülőgépgyártási tilalom megtört, a rajtunk áthaladó angol, francia, holland gyarmatokra irányuló légiforgalom igényére. Petróci István vezetésével a korábbi szakembergárdából a kereskedelmi minisztériumban megalakult a 37. légiforgalmi főosztály, a későbbi légügyi hivatal, a titkos légierő parancsnoksága. Fedőszervekben két légiforgalmi vállalat, repülőidőjelző alakulat, repülőpostaszolgálat, légi fényképező szolgálat, sport és iskola repülőkeretekbe rejtve megkezdte a Honvéd légierő kiképzését. A repülőszemélyzet előképzése érdekében intenzíven támogatták a sportrepülést és a műszaki gárda nevelését. Lampich Árpád és Bánhidi Antal tervei szerint Torockai Péter motorjaival a Műegyetemi Sportrepülő Egyesületben utat mutattak a sportrepülőgépek készítésében. Ezek közé tartozott a klasszikus sportrepülőgépek világviszonylatban első típusa, a három világrekordot elért 18 lóerős Róma és Bánhidi 100 lóerős Gerle gépe több sikeres nemzetközi repüléssel. 1927-ben részben feloldották a Párizsi Egyezményben előírt repülőgép építési tilalmat. Ettől kezdve Csepelen és Székesfehérvár-Sóstón a központi repülőgépjavító üzemben újra indult a repülőgépgyártás. A Weissmanfried repülőgép és motorgyár Fokker C5 több feladatú postarepülőgépet, Henkel HD-22 gyakorlógépet és az ezekhez szükséges 420, illetve 240 lóerős Jupiter és Titán csillagmotorokat gyártott. 1930-ra megvalósult a titkos légierő első hadrendi szervezete iskolarepülő, felderítő, bombázó és vadászrepülő keretekben. Évente 200 pilóta kiképzése és gyakorlatban tartása volt a kitűzött cél. Az iskolagépeket Csepel és Sóstó gyártotta UDET, illetőleg Hungária típusokban. A légierő elhelyezéséről, ellátásáról és felszereléséről a légügyi hivatal titkos szervezete gondoskodott. A polgári légiforgalom repülőgép állománya és személyzete szintén a légügyi hivatalhoz tartozott. A repülés propagálására a pilóták felkészültségüket évente repülőnapokon mutatták be. ...1931-ben Endres György és Magyar Sándor rekordidővel repülte át az óceánt. A Sirius géppel azonban Endres egy év múlva lezuhant Rómában. Az olaszok ekkor egy Fiat BR-3-as 1000 lóerős bombázógéppel utat nyitottak a tilalmak feloldásához. Rövidesen 16 darab Caproni 101-es nehéz bombázót és Fiat CR-20-as vadászgépet is szállítottak megrendelésünkre. Legjelentősebb volt azonban 1936-tól 76 darab Fiat CR-32-es legkorszerűbb vadászrepülőgép szállítása. Ugyanakkor hazánkban a Weissmanfried acélcső szerkezetű új iskolagépeket gyártott.
A légierő tagjainak egyenruhát rendszeresítettek, és több mint 1000 fő állt folyamatos kiképzés alatt a szombathelyi, debreceni, kaposvári, miskolci, pécsi és 3 budapesti repülőkeretben. Ők már a hadgyakorlatokon is részt vettek. 1937-től német és olasz hitelekből indult légierőnk felfegyverzése korszerű bombázó és felderítőgépekkel. Különösen a felderítő repülőgép típusokban volt ez időben erős fejlesztés, a revíziós célok megvalósításához és a háborús előkészületekhez végeztek állandó megfigyelést a határzónákban. Felszerelési programok nyílt teret kaptak gyűléseken és a parlamentben. Nemzet áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az ország nagyságához és feladataihoz mért hadsereget szervezzünk, és azt a korszerű követelményeknek megfelelően mihamarabb felszereljük. Szeptemberében a fegyverkezési egyenjogúság értelmében ék alakú hadijel és katonai kódjelzés került a légierő gépeire. A légügyi hivataltól a légierő parancsnokság vette át a nyílt légierő irányítását. A Honvédelmi Minisztériumban a 14-es osztály és alosztályai keretében szervezték meg a légierő szervezési, felszerelési, ellátási és kiképzési feladatait. Felderítő repülőcsapatok a II. Világháborúban a hadseregparancsnokságok messzelátó szemeiként működtek. A közelfelderítők 35-40 km mélységig figyelték az ellenséget. A távolfelderítők a háttér utánpótlási vonalait, vasúti csomópontjait, raktárait, ipartelepeit több száz kilométer mélységig ellenőrizték és fotózták. VM-21 Sólyom, közelfelderítő. Közelfelderítőink a Fokker C5 alapterveiből fejlesztett VM-16 Budapest, majd a VM-21 Sólyom gépet használták a legnagyobb számban, amelyek a 860 lóerős K14-es motorral repültek. Réteges lemezborítású, megerősített törzsel és síma felületeikkel könnyen begyorsultak a korabeli vadászgépek sebességére. Az 1941-es őszi Kárpátokon túli előnyomulásnál könnyű bombázó harctámogatásra is bevetették. Mivel a harc kiképzéshez is jól megfelelt, 128 darabot gyártottak a budapesti MÁVAG és a győri Magyar Vagon és Gépgyár új repülőüzemeiben. Henkelhe 46E közelfelderítő. Három közelfelderítő század Henkel 46-os fémépítésű, vászonborítású géppel repült. K14-es motorral megfiatalítva és Gebauer fegyverzettel 1942 végéig front szolgálatban is jól megállta a helyét. Jó repülő tulajdonságaival és fordulékonyságával több légiharcból is győztesen került ki. Trón Zoltán százados egysége ezzel a típussal Ilovszkoje repülőteréről a Don térsége felett több sikeres bevetésen vett részt. Fokke-Wulf FV-189A közelfelderítő.
1943-ban új szervezéssel két osztályba, Kecskemétre és Ungvárra vonták össze a közelfelderítőket, de akkor a gépeik is elavultak. Először a 3/1-jelű kecskeméti század vehette át a németektől a fronton 12 darab Focke-Wulf 189, két törzsű, zárt megfigyelő gondolás, erős védőfegyverzetű gépeit. A három személyes 2x465 lóerős repülőgépekkel a német kiképzés után napi 5-6 bevetést is végeztek. Telbis Imre táltos jelű századát 1944 márciusában Fraunhofer József 4/1 jelű ungvári százada követte a hősies harcban. Henkel H-70K távolfelderítő. A távolfelderítők német forrásból beszerzett Henkel 70-es gépe a K-14-es motorral a légierő legszebb és leggyorsabb repülőgépe volt. Azonban tartályokkal túlzsúfolt törzse és egyetlen hátratüzelő fegyverzete nagy hátrányt jelentett. Henkel H-111P távolfelderítő. Távolfelderítő feladatra alakították át a kísérletre kapott Henkel 111P bombázók első példányait is. Ez a típus két 900 lóerős DB 601-es motorral, minden irányba kiépített védőfegyverzetével már sikerrel oldotta meg a több órás ellenség feletti fényképező utakat. Két beépített sorozatfelvevő kamerájával 400 felvételt készített egy-egy útján. Légi harcban eredményesen védekeztek az őket támadó magassági vadászgépek ellen, és volt olyan Henkel 111-es, melyet 5 légi győzelem jele díszített. 1942-től további 6 ilyen géptípus szolgáltatta hadvezetésnek szükséges adatokat. Később több Dornier 215B4-es, DB motoros, gyors távolfelderítő repülőgépet is átadtak a németek a Kex Edgar ezredes vezette magyar távolfelderítő osztálynak. Junkers Ju-88D1 távolfelderítő. Végén a németek Junkers Ju-88D négy személyes, fűtött belsőterű, két 1350 lóerős Jumo 211J motoros gépre fegyverezték át a távolfelderítőinket. A dur alumínium héjszerkezetben épült modern gépekkel az 5-6 órás, 500 km órasebességgel megtett magányos utak is biztonságosabbá váltak. A távolfelderítő osztály Tímár Gyula őrnagy vezetésével ünnepelte 500. bevetését, de 1944-re Hollós János százada 1000 bevetést és 23 légi győzelmet ért el. A háború utolsó hónapjaiban Mersis Adorján parancsnokságával Ju-188-as gépeket is repültek. A II. Világháborús magyar boszorkány bombázó osztály Mocsári István őrnagy és Inokai András százados parancsnoksága alatt nevelődött, az olaszoktól 1935-től átvett kaproni 101-es, hárommotoros éjjeli bombázó gépeken. Bombáikat a gyakorlatokon ez időben még a magyar barkász és hódi féle célzó berendezéssel vetették. 1942-ben az új, gyors, kaproni 135-ös gépeikkel, Jodza célzó készülékkel, 2500-4000 méterről vetett bombáikkal támogatták a földi csapatok harcait. Pont célok ellen már zuhanó bombázóink, a gyalogság támogatására vadászbombázóink és gyorsbombázóink vettek részt a harcokban.
Junkers, Ju-86K, bombázó. ...1937-től folyamatosan érkeztek a németektől a Junkers 86K gépek. Ezek már két K-14-es motorral és dur alumínium héjszerkezettel készültek. A 66 darab korszerű bombázó a megnövelt teljesítménnyel, fegyverzettel és jó repülő tulajdonságaival elnyerte mind az öt ezzel a típussal felszerelt bombázó század pilótáinak tetszését. Tapolcán és Csepelen precíz német szervízállomásokat is berendeztek. Így 1941-ig a légierő szombathelyi, pápai, veszprémi és két tapolcai Ju-86-os századai elit alakulatoknak számítottak. 1939-ben a Felvidéken, majd 1941-ben a gyors hadtest nyári harcaiban jelentős támogatást nyújtottak a Kárpátokon túl harcoló erőinknek. Hadi repülőterekről Telbisz Lóránd és Vitán Béla századparancsnokok, Podracki Andor alezredes és Kálmán László ezredes kötelékeik élén eredményes támadásokban vettek részt. 1942-től a Ju-86K gépek szállító és futár feladatokat láttak el. Caproni, K-135 bis, nehéz bombázó. A két 1000 lóerős, Piaggio motoros, vegyes építésű, kisebb gyorsbombázó az olasz gyártmányú Caproni 135 teljesítményeivel és repülő tulajdonságaival 1940-től légierőnk legütőképesebb támadó eszköze lett. A zsákmánybombákkal is megtölthető bombatárával, erős rezonanciális motorhangjával, nagy sebességével és védőfegyverzetével a debreceni boszorkányok a II. Világháború dommenti harcaiban alacsony bombázásra sikerrel használták. Két részletben 68 gépet vettünk az olaszoktól, melyből 200-ad 1941 és 1942-ben Mocsári István őrnagy vezetésével nagy elszántsággal harcolt. Az Urivi híd fő felett egyik alacsony bombavetése során maga a parancsnok is hősi halált halt. Junkers Ju-87D3 zuhanó bombázó. ...1941-től a magyar légierő egy veszprémi százada Junkers 87 Stuka gépekre kapta meg a kiképzését. A századot 1943 nyarán a frontra vezényelték. Kijevben vette át a németektől az első 12 zuhanóbombázó harci gépét, és Kórosi Jenő százados parancsnokságával egy német ezred egyik századaként az év végéig vett részt bevetéseken. Az erős elhárító tűzben a kötött zuhanópályájú gépek nagy veszteségeket szenvedtek. Az év végére a századból csak 4 gép személyzete és 7 repülőgép maradt meg. Az erős duralumínium héjszerkezetű, törtszárnyú Ju-87-es gép zuhanó féklapokkal, szabályzott célzó és zuhanó automatikával, bombakivető villával rendelkezett. Ez a törzs alatti 500 kilós bombát emelte ki a légcsavarkörből, míg a szárnyakon két 50 kilós bombát hordott. 1944. márciusában a századot Kolozsvárot 12 darab 1400 lóerős Jumo motorral repülő Ju-87D5-ös géppel szerelték fel. Lévai Győző százados parancsnokságával ez a század hősi elhárító harcot vívott, német kötelékekbe sorolva a visszavonulás idején.
Ezt nagy veszteségekkel 1944 végéig folytatták, amikor elavult gépeik helyett áttértek vadászbombázó csatarepülőgép típusra. A Ju-87 D5-ösnek már két 20 mm-es támadó gépágyúja, a rádiós lövésznek pedig Iker hátratüzelő nehéz géppuskája volt. A sérült gépek kényszerleszállását a futómű lerobbantása is segítette. A nehéz gép futóműve ugyanis puha terepen elakadt, és gyakran okozta átvágódásával a személyzet halálát. Junkers Ju-88A4 bombázógép. 1943. májusában Franciaországban a debreceni bombázók frontra vezényelt személyzetét Junkers Ju-88A4-es kétmotoros zuhanóbombázókra képezték át. Ez a korszerű, gyors, héjszerkezetű repülőgép 2400 lóerős Jumo 211 J-motorral, komplett zuhanófékrendszerrel és felvevő automatikával is rendelkezett. Az egység több mint két év frontszolgálat után visszatért Debrecenbe. Megmaradt gépeiket átadták a 3. bombázó ezred váltásukra kivezényelt állományán. A 3/2 bombázó század a Kárpátok előterében a legsúlyosabb harcokban vett részt. A háború végéig harcolt összes Ju-88-as zuhanóbombázóját elveszítve vonult vissza. Herder László százados, mint a légierő legvitézebb bombázó parancsnoka, ünnepélyesen megkapta a vasvári emléksérleget. Haditudósítóink megörökítették a nehéz téli harcokból visszatérő egyik Ju-88A4-es gépünk átvágódását és személyzetének megmentését kényszerleszállás után. A repülőgép, az együléses lovagi fegyver az első világháború alatt fejlődött ki, és máig a fegyverforgatás legértékesebb eszköze az egyedül harcát vívó pilóta kezében. Nagy sebessége, mozgékonysága és erős fegyverzete révén védelmi és támadó célokra egyaránt alkalmazható. Légi erőnkben az első világháborús hagyományok alapján 3 gépes raj és 9 gépes század kötelékben mozgatták a vadász erőket. Ezek a megközelítő zárt kötelékek a parancsnok navigálása mellett repültek, aki a pilóta ülésből kézjelekkel irányította a kötelék mozgását. Ellenséggel való találkozás után a kötelék rendszerint szétvált, és egyéni fordulóharcban igyekezett ki-ki ellenfelét lelőni. A II. Világháborúban német mintára a vadászrepülő géppár lett az alapszervezési egység egy támadó és az őt biztosító vadászrepülőgéppel. Így két géppár alkotott egy rajt, és 12 gépes századok szerveződtek, de teljesen laza formában egymással fedélzeti rádió kapcsolatot tartva. Thank you.
Fiat CR-32 vadászrepülőgép. A 650 lóerős Fiat A30-as motorral, másfél szárnyas, vékony sebességi szelvénnyel, merev, kétágú fém légcsavarral ellátott Fiat CR-32-es vadászgép a levegőben nagyon mozgékony volt. De hosszú fel- és leszálló utat igényelt. A hét magyar CR-32-es vadászszázad közül az 1/1-es fölényes győzelmet aratott 1939-ben légiharcban Szobráncnál. Fiat CR-42 vadászrepülőgép. A Fiat CR-42-es a konzervatív, kétfedelű, nagy fordulékonyságú vadászrepülőgépek egyik utolsó típusa volt. 72 példányban a magyar légierő is harci és kiképzési rendjébe állította. A 840 lóerős Fiat A74 RC csillagmotor állítható háromágú légcsavarral, valamint az új, fékezhető futószerkezet kialakítás a fel- és leszállás úthosszát közel felére csökkentette, a CR-32-höz viszonyítva. Tovább javították a gépen a kormánysíkok kiegyenlítésének besüllyesztésével az eddigi Fiat vadászgépek egyéni és kötelék műrepülhetőségét. ...1941-ben a gyors hadtest vadászvédelmére rendelt CR-42-es századok még jó eredménnyel szerepeltek a légi harcokban. Először Szobránci Aladár százados Ricsi százada, majd Tomor László százados Körász százada harcolt a fronton több légi harcban győztesen. Reggiane Re 2000 Héja vadászrepülőgép. Az erős amerikai hatásra született Reggiane 2000 Héja vadászrepülőgép 70 olasz eredetű példánya volt a magyar légierő első dur alumínium héjszerkezetű alsószárnyas bevonható futóműves modern irányzatú vadászrepülőgépe. Az 1000 lóerős léghűtéses csillagmotoros, zárt pilóta ülésű gépek még rádiókészülék nélkül érkeztek. 1941-ben már egy kísérleti héja századot vezényeltek a frontra tapasztalatszerzésre. Két Breda nehéz géppuska fegyverzete nem volt üzembiztos. Kis átmérőjű futókerekei sem voltak alkalmasak a tábori repülőtereken. A Csukás Kálmán vezérkari őrnagy parancsnokságával 1942-ben a frontra vezényelt vadászosztály, melyben a kormányzó helyettes Horthy István repülőfőhadnagy is harcolt, több átvágódással és kritikus légiharchelyzettel ugyancsak ezt erősítette meg. A kormányzó helyettes, mint rajparancsnok, 24 bevetésen vezette egységét és egy légi győzelmet is aratott. Szabó Mátyás százados szolnoki és Keresztes Béla százados kolozsvári százada védelmezni tudta a magyar hadsereg légterét. Horthy István főhadnagy halálos repülőbalesete azonban az osztály tevékenységére és a héja típusra is súlyosan rányomta bélyegét. A mávatban magyar héja néven indított
200 gépes licenszgyártás, 1030 lóerős VM-14B motorral, Gebauer géppuskákkal, Magyar Rádióval több változatot eredményezett. Volt zuhanóbombázó, vadászbombázó és gyakorló kivitel is. Messerschmitt BF-109G6 vadászrepülőgép. ...1943-ra a magyar légierő felszerelési szintje növekedett. A fronton és a magyar gyárakból a legkorszerűbb Messerschmitt típusok kerültek a vadászszázadokhoz. 1942-től dur alumínium héjszerkezetben elérte a legerősebb DB605 1350-1450 lóerős motorokhoz legideálisabb formáját. Nagy orrkúppal áramvonalasított törzs, beépített pilótapáncélzat, elliptikusan lekerekített szárny, megerősített bevonható futómű voltak jellemzői. A vastag páncélüveggel védett BF-109F4B vadászbombázó volt a fronton átadott első Messerschmitt típus, amelyel német kötelékben Bánlaki György főhadnagy magyar vadászegysége Stalingrád térségéig jár bevetésekre. Győrben a magyar Messerschmitt gyártás is fejlődésben volt. 1943 tavaszán Heppes Aladár őrnagy parancsnokságával a Puma vadászosztály megkezdte légiharcait. Szentgyörgyi Dezső, a II. Világháború legeredményesebb magyar vadászrepülője és a Pumák fiatal tisztjei a fronton átvett BF-109G gépeikkel Debrődi György, Molnár László és Tóth Lajos hadnagyok sorra aratták légigyőzelmeiket. 1943 végére hazánk légterében nagy átrepülő kötelékekkel megjelent a szövetséges légierő és bombázta Ausztriában a repülőgépgyárakat. A német-magyar együttműködésben gyártó nagy repülőgépgyáraink a Dunai Repülőgépgyár, a VM, a Győri Vagongyár és a MÁVAG ugyanennek néztek elébe. A német megszállást követően 1944. április elején a szövetségesek Liberátor és B-17-es gépei megkezdték szőnyegbombázásukat a magyar repülőgépipar bázisai ellen. A honi légierő parancsnoksága a bombázó kötelékek ellen bevetette Messerschmitt 109G6 és Héja gépeit, valamint az új Messerschmitt 210-es kétmotoros rombolóit. Meglepetésre azonban a távoli térségekből hozzánk érkezett bombázókat nagy számban Lightning és Mustang együléses, nagy tűzerejű vadászgépek kísérték. Ezek védőerőinkre súlyos csapást mértek. Leküzdésükre új erőösszpontosításokra és nagyobb teljesítményű vadászgépekre volt szükség. Messerschmitt BF-109G10 vadászrepülőgép. BF-109G14-es, majd G10-es változatban születtek meg az 1800 lóerős metanol vízgyorsítós motoros, bordamentes kabintetős, 30 mm-es és több gépágyús új Messerschmitt típus változatok.
A májustól Veszprém Jutas repülőterén összevont 101-es Honi Védelmi Puma vadászosztály a nyár végétől már ilyen fokozott teljesítményű gépekkel is harcolt. Heppes Aladár parancsnoksága alatt novemberig 100 légigyőzelmet értek el, és a légiharcokban több mint 300 gépük használódott el. Messerschmitt Me-210 romboló repülőgép. Től a magyar-német repülőipari együttműködésben a Csepel-szigeten Dunai repülőgépgyár és repülőtér létesült. Itt rendezkedtek be a nagy bombázó kötelékek ellen tervezett Messerschmitt 210-es kétmotoros nagy tűzerejű rombolók gyártására. A gépek két 1450 lóerős Daimler-Benz DB605B motorját a VM korszerűsített Jupiter üzemében gyártották. Az elkészült 270 repülőgépből 158-at kapott a magyar légierő. Ezekkel fegyverezték fel a repülőkísérleti intézet Honi védő romboló kötelékét, az 5/1 éjjeli vadászszázadot, a továbbiakban 3 gyorsbombázó századot és a kísérleti felderítő egységeket. A Messerschmitt 210-es típus az 1943-as év legkorszerűbb műszerezésével és a legfejlettebb működéstechnikai megoldásokkal tervezték meg. Így a távvezérelt hátratüzelő fegyverekkel, az 1000 kilóig befogadó bombatérrel, új típusú szárnyívelőkkel és zuhanófékkel emelkedett ki a hasonló típusok közül. Magyar fejlesztésben Samu Béla tervei szerint nehéz vadász változata 40 mm-es Bofors gépágyúval és rakétavetőkkel épült. Gyors bombázóink ezzel a típussal Hári Kálmán, Bodó Pál és Peterdi János századosok parancsnoksága alatt a háború végéig harcban álltak. Messerschmitt BF-110 G4 éjjeli vadász. A magyar éjjeli vadászrepülőket 1944 végére német rendszerben képezték ki. Az átadott 12 darab háromüléses Messerschmitt BF 110 G4-es kétmotoros gépet lángrejtő kipufogókkal és Liechtenstein rádiolokációs antennákkal szerelték fel a németek. Az egység Csornáról járt bevetésre a Wiener Neustadtban elhelyezett Luftwaffe harcálláspont irányításával. Focke-Wulf FV-190 F8 vadászbombázó. A Focke-Wulf 190 F8-as vadászbombázó 1800 lóerős BMW 801 kettős csillagmotorral, modern fémszerkezetével és széles nyomtávú futóművével a tábori repülőterekről is könnyen üzemelt. Lévai Győző százados, magyar zuhanóbombázó századát 1944 őszén képezték át erre az együléses típusra. A század rövidesen osztályá bővült, és a magyarországi súlyos téli harcokban Rudel, német repülőezredes híres kötelékében küzdött naponta több bevetésben. Az osztály 72 gépét és sok hősét áldozta a harcokban.
Junkers Ju-52 szállító repülőgép. A magyar légierőben a Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság Ju-52-es gépeinek bevonultatása után a Pest-Szentlőrinci ipartelepek részvénytársaságnál összeszerelt gépeket is használták. A három kisfogyasztású BMW csillagmotoros 17 üléses Junkers 52 lett a II. Világháború legfontosabb szállítóeszköze. Robosztus, hullámlemezből épített könnyű szerkezete, kitűnő repülő tulajdonságai, vakrepülésben utolérhetetlen biztonsága és kis leszállós sebessége hadi használatra kiválóan alkalmassá tették. Szerepük mindvégig igen nagy volt a front és a hátország gyors összeköttetésében, sebesültek szállításában és végül a Budán körül zárt csapataink ellátásában. Fiesler Fi-156C2 futár és sebesült szállító repülőgép. A repülő tulajdonságairól híres 240 lóerős, vegyes építésű vászonmadár a Fiesler Gólya repülőgépből a II. Világháborúban 36 darab teljesített szolgálatot légierőnkben. Futár és összekötő feladataink kívül jelentős szerepe volt sebesültek szállításában. Ezt még 1945. februárjában a Budai Vár ostroma alatt is hasznosította éjjelenként a havas vérmezőről felszállva. Focke Wulf FV-58 veje, gyakorló bombázó és futárrepülőgép. A német repülőgépipar fémszerkezetű, vászonborítású, könnyű bombázó gyakorlógépét két 240 lóerős argus motorral sorolták légierőnkbe. Győrben licenszgyártásra is került. Igen alkalmas volt vakrepülő kiképzésre. Minden bombázó és futárszázad kapott a legyártott 72 darab gépből. Bükker, Bü-131 Jungmann, iskola és futárrepülőgép. Az 1936-ban kifejlesztett német iskola repülőgép 105 lóerős Hirth motorral kategóriájában a legjobb és legkönnyebb gépnek bizonyult. A kétüléses gép iskola műrepülő kiképzésre nagyon alkalmas volt. Több példányban minden magyar repülőtéren szerepelt a katonai kiképzésben és a futárszolgálatban egyaránt. Ez volt a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap kiképzési egységtípusa, melyből több darab még 1945 után is repülőszolgálatban maradt. A Magyar Királyi Honvéd Légierő repülőgépeiről bemutatott anyagunk nem lenne teljes, ha futólag nem tekintenénk végig az ugyan nem rendszeresen, de használt egyedi, speciális és zsákmánygépek sorát. Ezek voltak az amerikai Fairchild és Harvard, az angol Bristol School, F2B, Blenheim és DH Moat, a cseh Avia és Prága, a francia Poté 63, Deveaten és Kodron, a lengyel RVD és Pecetel, a magyar Nebuló, Káplár, Levente, Honvéd X/H, M24 és M29 típusok, a német Udet, Do-23, FV-56 Stösszer, a
az Aradó 96 és Bükker Bestman, az olasz Romeo, Nardi, Libeccio, és Savoya, valamint az orosz I-15, Il-2 és UT-2 típusú repülőgépek, amelyek a légierőnkben szerepeltek. A Magyar Királyi Honvéd légierő ütőképességét mindvégig egy magas kiképzési szinten álló személyi állomány biztosította, amelynek tagjai a Honvéd Akadémiák magas szintű katonai kiképzése mellett a több éves repülő alap és harc kiképzésben nyerték el tudásukat. Ez az állomány képes volt a nehéz körülmények között sokszor szerényebb teljesítményű repülőgépekkel is a harc feladatát teljesíteni. A Magyar Királyi Honvéd légierő repülői két világháború hősi harcaiban és a tiltás nehéz időszakában becsülettel helytálltak a kötelesség teljesítésben. Fűtötte őket a repülés semmivel sem összehasonlítható magasztos érzése és az elkötelezett hazaszeretet. Példás helytállásukkal, lelkesedésükkel messze kiható utat mutattak katonai repülésünk jövő nemzedékeinek.